Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazin műsorunkat láthatják. Benne elsőként a Csurgó zenekarról láthatnak egy összeállítást, akik aranyvasárnap koncerteztek Ajkán. Kérem, tartsanak velünk! Volt egy törpe borbú, így gyomra nagyon kordú, keresett, kutatott, hol talál egy falatot. Talált egy szép Mesélj magatokról egy pár szót, honnan jöttetek? Medinára jöttünk, Medina egy kis település Tolna megyébe, és onnan ismerekes. Tele volt velünk a tévé, a média, mert hogy hozzánk épült a NATO lokátor, és talán ezért ennyire sugárzó a szemünk. Egyébként mi a Csurgó zenekar vagyunk, akik idén 20 évesek. 20 éve alakultunk, és most volt a jubileumi koncertünk is Bonyhádon a Műfházba. Bonyhád szintén egy Tolna megyei város, ugyanúgy amilyen falu Medina, Tolna megyei falu. Szekszár környékéről jöttünk, és gyermekeknek muzsikálunk főként. Régen népzenével foglalkoztunk, táncegyütteseket kísértünk. Éppen most jutott eszembe, hogy egy 4 éve talán voltunk itt fellépni az ajkai művelődési házban, egy táncegyüttessel voltunk, itt volt egy ilyen minősítőverseny, és azon muzsikáltunk. Nagyon szeretünk népzenét is játszani, mai napig táncházakat játszunk Bonyhádon. Van egy ilyen állandó klubunk, vannak ilyen jellegű koncertjeink is, amikor népzenét játszunk, vannak olyan koncertjeink, amikor egy kicsit elrugaszkodunk a népzenétől, és ugye felnőttesebb dalokat játszunk igazán, mint a muzsikusnak dalból van a lelke, vagy sorolhatnám még ezeket a dalokat. De a célközönségünk és a legfőbb, amit leginkább szeretünk, az a gyermekeknek való muzsikálás, a gyermeki lélek ápolása, egy kicsit úgymond a magyarság tudat növelése, és az érdekes a számunkra még, hogy minél több zenei szint vigyünk a produkciónkba. Népzenei alapokon nyugszik, amit csinálunk, onnan indultunk, de már nem népzene. Egy kicsit a saját világunkra színeztünk át. Azt szokták mondani, hogy világzene, de én inkább azt mondom, ez ilyen csurgós muzsika. A zenekar lelke a Balázs, aki most az öreg pásztor volt. Ő volt a zenei lelke a csapatnak, aki elindított minket ezen az ösvényen, ezen az úton. És nagyon jól jártunk ezzel, mert úgy látom, hogy a közönségnek is tetszik, amit csinálunk. És ez egyben lélekemelő is, melengető is, és jó érzés is. Meg egyben gondolom a közönségnek is jó, hogy olyan csomagot visz haza magával, ami jó emléket őriz majd a Csurgó zenekarról. Megevett egy almát, megevett egy szőlőt, megevett egy narancsot, megevett egy dinnyét, eteszünk még! Volt egy törpe borbú, így jóra nagyon kordú, keresett, kutatott, hol talál egy falatot. Volt előttünk egy zenekar, a Barténa zenekar, aki taposta ezt az ösvényt, és ő népzenét, néptánc foglalkozásokat, illetve mozgáskoordinációs foglalkozásokat tartottak egy óvónénivel Tolna megyében sok-sok óvodába, és egyszer csak leültek velünk egy asztalhoz, és azt mondták, hogy tudjátok, mit csináljátok már ki, ti vagytok a kis csikók, csináljátok, mi már beleöregettünk ebbe, és így lett, hogy 2000-ben átvettük ezt az óvodai vonalat, és az az óvónéni is abba hagyta, aki csinálta velünk, és akkor hát a nyakamba szakadt. És valahogy egy kicsit féltem ettől a helyzettől, persze, mert hát nem csináltam még soha ilyet, nem foglalkoztam addig gyerekekkel, fiatal ember voltam, miért foglalkoztam volna a gyerekekkel, akkor a fiatal csajok érdekeltek, nem a gyerekek. És így a nyakamba szakadt ez a dolog, és azt hiszem, hogy ebbe lettem igazán szerelmes. Van egy csodálatos családom, és van mellé egy olyan adomány az élettől, a Jóistentől, hogy ezek a ragyogó gyermekarcok vesznek körbe minden nap. Szerintem ennél szebb élet nem kell. Egy
elég sokféle műsorunk van. Általában úgy szoktuk csinálni, hogy vannak olyan dalok, amiket szeret a közönség, amiket így visszavár. Azokat minden koncerten eljátsszuk, ilyen a három egész napon át, ami a lemezünknek is a címadó dala. Ez egy Vörös Sándor vers és Vita Ildikó zenésikekkel, meg annak idején mi egy kicsit átdolgoztuk, egy kicsit meghangszereltük, a kicsit csurgóssá varázsoltuk, úgymond. És ez egy nagyon kedvelt dalunk, ezt mindenhol kérik. Tehát ha véletlenül nem hangzik el a koncerten, akkor általában kérni szokták, hogy az legyen. És akkor emellé pedig úgy csináljuk, hogy általában az évszakokhoz kötődően játszunk bizonyos játékokat. Van az őszi munkálatokhoz kötődő játéksorozatunk, ez a csősz játék és a diószedés, amit nagyon szoktak szeretni. Van farsangi műsorunk is, azzal is szoktunk menni. Sőt, szoktunk olyat csinálni, hogy van egy koncertünk egy óvodában, vagy egy ilyen farsangi rendezvényen gyerekeknek, és utána még játszunk egy-két órák ilyen melléjen dalokat, és azt már arra lehet táncolni, mulatni az anyukákkal, apukákkal. Táncházakat is szoktunk tartani gyermekeknek, ilyen is előfordul. És akkor ugye vannak tavaszi játékaink is, például azok főként állatokkal, katicával, medvével, és van például mesefeldolgozásunk is, a Csillagszemű Juhász szoktuk előadni, az kifejezetten szintén így a zenekarra hangolva ebben a zenei világban, és hát a népmesei elemeket megtartva, a gyerekek a bárányok, vagy a gyerekek a medvék, akik marcangolják a juhászt. Szóval mindenkinek van egy kis szerepe a koncertünkben. Nagyon fontosnak tartjuk, és szerintem ez bennünk úgymond az egyedülálló, hogyha lehetek egy kicsit büszke erre a dologra, hogy a koncertünk az elejétől végéig interaktív. Nem úgy zajlik, hogy van egy valami, amit majd csinálunk, és a többit meghallgatni kell, hanem itt konkrétan minden egyes dalra van valami cselekménysorozat, valami, amit a gyerekekkel végig viszünk. És ezáltal könnyebben értik meg a dalokat, hamar megtanulják. Általában azt szoktam megfigyelni, hogy másodszorra, harmadszorra már fújják velünk a dalokat. Éneklik ők is, mert tudják, mert megtanulják. Segíti őket a mozdulatsor, segíti őket az a cselekmény, ami zajlik körülötte, és természetesen ez mind fejlesztő. Azt szoktam mindig elmondani mindenhol, ha erre rákérgeznek, hogy elsőleges célnak én azt tartottam a zenekar összeállításában is, hogy legyen egy olyan zenekar, aki ütőképes, aki egy nagyon jó zenét tud produkálni, jó zenészekkel, és olyanok, akik szeretnek muzsikálni, ez nálunk adott, a háttérben mosolygos zenekar tag arcok ott vannak, és szeretnek is muzsikálni, és hála Istennek én úgy érzem, hogy jól is muzsikálnak. És én pedig nem mint énekes vagyok elsősorban, tehát nem az van, hogy odaállok és énekelek egy dalt, hanem én inkább pedagógusnak tartom magamat. Nekem az volt a célom, hogy a gyerekeket az elejétől a végéig fejlesszem. Hogy a gyerekeknek úgy tudjak mutatni dolgokat, és úgy tudjak velük játszani, hogy az fejlesztő legyen. Tanuljuk meg például az irányokat, ezen a koncerten volt egy olyan dal, a Cetsz a nevezetű dalunk, amivel az irányokat tanuljuk, a fölfelét, a lefelét, az előre, hátra, a jobbra, balra, és ezek rögzülnek. Volt egy koncertünk, amikor oda jött egy anyuka, és mondta, hogy ők ott voltak az előző koncertünkön, és ezért jöttek el, mert ezt a dalt nagyon szereti a kislánya, és azóta ezt énekli, és eddig mindig baj volt az irányokkal, harmadikos volt a kislány akkor, hogy nem tudta megjegyezni, hogy merre van a jobbra-balra, és azóta fújja. És ezek szerintem, ezek tényleg olyan értékes dolgok, hogy valahogy hatottunk arra, hogy fejlődjön a gyerek. Egy kicsit segítettük, előmozdítottuk, és valahogy ez a cél, hogy valahogy mindig egy kicsit fejlesztő hatással legyünk az emberekre. Három egész napon át, a nújtam erőn halom át.